Na, hello, fiúk, lányok! Ez itt, kérlek szépen, a Hammer Time! Videoblog harmadik epizódja. Remélem, hogy ezzel a beordibálással, ami bánthatta a fülét bizonyos embereknek, akinek nagyon bántotta a fülét, az remélem, hogy most elkapcsol. És soha többé nem jön vissza. Mert olyanokra nincs szükségünk, aki nyafog. Ez nem jó, az nem jó. Ki ez a hülye amúgy, és ez egy paraszt. Na. Tehát. Visszatértem. Eléggé elfoglalt voltam, vagyok. A stresszről ne is beszéljünk. Na jó. Erről majd később. Tehát, visszatértem. Nem tudom hány hét után, talán 4. Valami olyasmi. Ez itt kérlek szépen a harmadik epizód, amiben most előre szólok, hogy aki akar, mármint aki nem akarja ezt hallgatni, már most elkapcsolhat. Leszarjuk, ciao. Tehát ez az epizód a szteroidokról fog szólni. Bizony, már nagyon sokan kérték. Annyira sokan kérték, hogy már unalmas olvasni, ezért lesz erről szó. Tehát egyrészt a szteroidokról, másrészt esetleg arról, hogy miért hagytam abba a profi testépítő versenyzést. Magamról is lesz egy kis bemutatkozás, mert ne felejtsétek el, hogy valaki lehet, hogy hoppá, itt lemegyünk jobbra. Tehát valaki most látja először ezt a videóblogot, illetve engem, életében először, és fogalma sincs arról, hogy ki vagyok. Ezt most nem azért mondom már, hogy én vagyok a világ 8. csodája. Nem. Egyszerűen csak fogalma sincs arról, hogy ki vagyok. És miért hallgatna úgy végig 10-20-30 percet, hogy azt se tudja, ki vagyok. Tehát minden videóban lesz egy kis bemutatkozás az elején, aztán majd, ha elértük a 2 milliós feliratkozót, akkor már nem fogok bemutatkozni. Tehát, újra itt vagyunk Las Vegasban. Október 16, 2016, vasárnap este. Megyek a strip felé, miért ne? De előbb megállok és veszek egy Monster energiaitalt. Hogy jobban fogjon az agyam nektek. Szóval most lesz egy kis vágás. Cut! És aztán jövök vissza. Visszatértem ezerrel. Tehát, jó napot kívánok, szerbusztok kispajtások! Pontosan így kellett köszönni óvodában. Aki még emlékszik erre. Tehát, a mai adás a szteroidokról fog szólni. Azért vettem fel napszemüveget, hogyha majd rendőrségi felvétel lesz ebből, a nagy szteroid témáról, akkor nehogy felismerjenek engem. Azért. Nem. Csak úgy rajtam volt a szemüveg amúgy is. Tehát, meg kell értsétek azt, hogy elég nehéz úgy beszélni bármiről, de főleg szteroidokról, hogy az emberek, akik nézik ezt a videoblogot, az életkoruk és a testépítéshez való viszonyuk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon széles és változó, skálán mozog. De szépen mondtam ezt. Szóval... És akkor mégis hogyan fogalmazzam meg a mondatokat? Lehet, hogy egy IFBB profi nézi ezt az adást, ugye Magyarországon, de az is lehet, hogy egy 13 éves fiú, aki csak szeretne elkezdeni fekvőtámaszozni. Na, így beszélje a szteroidokról. Mindegy. Megpróbálok egy bizonyos csapásirányt követni,
úgy el is magyarázni, meg nem is, és akkor mindenki megnézheti, anélkül, hogy bármilyen maradandó érzelmi sérülést szenvedne. Így van, mivel amit láttok a színpadon, vagy láttok a magazinok címlapján, hogyha nem értetek hozzá, akkor az kurvára nem az, ami a háttérben megy, mint amit te gondolsz. És mivel én beszélek, ezért testépítésben főleg nagyon szívesen szeretem felhozni a magam példáját, mert szerintem én is egy nagyon jó példával szolgálhatok nektek, hogyha nemrég kezdtétek ezt a sportot, vagy még el se kezdtétek ugye a testépítést, vagy akár már benne vagytok pár éve, de még kicsit tapasztalatlanok vagytok. Ezt föl fogom venni többször, csak hogy lássátok, hogy tapasztalatlanok vagytok. Szóval, ehhez hozzáfűzném azt, akkor ez ilyen lesz ilyen vicces, kivágott rész, hogy én senkivel nem beszélek magyarul, csak nagyon ritkán, amikor beszélek a szüleimmel telefonon, és akkor is keresem a szavakat. Miért? Na most, aki nem élt még kint külföldön, az nem érti ezt. De én senkivel nem beszélek magyarul, soha. És beszélek angolul. Aztán mondjunk egy példát, ez van 7 éve. Felhívom a szüleimet. A szüleim megkérdezik, hogy na, mi történt? Vagy mi a helyzet? Tegyük föl, hogy történt valami valakivel, az a valaki nekem elmondott valamit, és erről párbeszédeztünk, és ebből lett valami, ami említésre méltó. Na most ezt én szeretném elmesélni a szüleimnek. És ott van az agyamban az egész sztori, ahogy történt angolul. Majd mondanám, de nem, fordítsd le magyarra, de legalább olyan jól hangzom, vagy jobban. Ez nem olyan egyszerű. Soha nem használod azokat a szavakat, tehát például tapasztalatlanabb vagy. Soha a büdös életben nem mondok ilyet. Lehet, hogy 8-10 éve. Szóval ezzel ki is magyaráztam magam. Szteroidok. Amikor én elkezdtem testépítő magazinokat olvasni, és most figyelnem kellene azt, de rohadjak meg, nem írja ki, hogy hány perce veszi. Szóval max az órát tudom nézni, ugyanis nem akarok megint 47-50 perces videót. Értem én, amit mondtok, hogy túl hosszú, de hogy mondjam el? Oké, persze, ne beszélj mellé. Egyszerű. Tehát amikor én elkezdtem testépítő magazinokat olvasni, 9 évesen, majd tettem ezt egészen 15 éves koromig, amikor ténylegesen el is kezdtem edzeni. Én nekem fogalmam nem volt a szteroidokról. Még akkor sem, amikor már edzettem 2-3 éve. Semmit nem tudtam róla. Annyi, hogy néha volt egy-két ilyen cikk az újságokban. Figyelj, internet akkor még nem volt, nekem biztos. Tehát láttam egy-két ilyen cikket, hogy anabolikus szteroidok, de igazából nem figyeltem rá, meg nem értettem, mert engem csak az edzésprogramok érdekeltek, az étrendek, meg a fényképek, versenyekről, akármi. Az volt a motiváció. Majd, és most érek be a stripre, mi ez itt a Bellagiohoz érek éppen, meg a... Mi van még itt? Aria. A Rio mellett megyünk most el, majd látjátok talán itt az ablaküvegben. Azaz, az a Rio. Tehát én úgy voltam vele, hogy láttam magyar testépítőket magazinokban, kizárólag élőben, videóban, még nem. Csak képeken. Úgy voltam velük, Man Tamás, Remzső Feri, talán akkor is volt már Kokovai Andor. Baszki, most több név nem jut eszembe valahogy. És
Bécsi Csaba, ilyenre emlékszek még. Még a legelején benne volt ezekben a magazinokban. Vörös Zoltán, már Veöres Zoltán, úgy emlékszem, egy tinédzser bajnok volt. Nem a mostani Vörös Zoli, ő talán később indult, talán 99-ben indult Vörös Zoli először. Na mindegy, mellettem lesz a Scissors Pulse. Ah, már ott is van. És szóval én néztem őket egyelőre még csak a magazinokban, és meg se fordult, esküszöm, meg se fordult a fejemben, hogy ők szteroidokat használnak. Aztán amikor ugyanazon az újságon belül benne volt Kevin Lebroni, Sean Ray, Nasser and Somebody, Flex Wheeler, Ronnie Coleman, akkor már kezdődött a Ronnie Coleman korszak, Dorian Yates, mindezek a srácok, és úgy voltam vele, hogy oké, ez egy kicsit már más, ez egy kicsit magasabb szint. Oké, ők lehet, hogy szednek ilyen mindenféle dolgokat, amikről volt egy pár cikk. De a magyar versenyzőkkel úgy voltam, hogy nem tudom miért, hogy ennyire naív voltam, vagy csak egyszerűen nem tudtam behatárolni, megfogalmazni a dolgot, mivel Kecelen laktam Bács-Kiskun megyében, és én voltam az egyetlen, aki súlyzózott. Ez egy ilyen 10,000-es kisváros. Damn! Rájöttem, hogy nem jó a Monster. Sorry. Rágóval. Na szóval annyira nem játszom meg magam ezekbe a videókba, amit látjátok. Nincs eltervezve semmi. Szóval, úgy voltam vele, hogy a magyar versenyzők használják ezeket a táplálékkiegészítőket, amik ott reklámozva voltak már 97-ben, 8-ban, 9-ben is. És hogy mennyire hozzáöltöztem az italomhoz és a szívószálamhoz. Remélem, minél jobban összezavart titeket ez az állandó témaváltás. Ez a cél. Nem. Csak nem akarok állandóan, zakatolósan, unalmasan a bodybuildingről beszélni, mert erről beszélek minden nap, ebből élek. Ezt ne felejtsétek el. Tehát, hogyha én most idejövök, ez most nem vicc. Ha én most idejövök vasárnap este a kamera elé testépítésről beszélni, akkor én dolgozom. Mert mondhatjuk, hogy nem, mert a rajongókhoz beszélsz, ami király. Imádom azokat az embereket, akik gondolkoznak, komolyan veszik a testépítést, komolyan veszik azt, hogy előre akarnak lépni az életben, követnek engem, esetleg szimpatikus vagyok nekik, és motiváltak, hammeristák, meg ilyesmi. És nagyon szívesen beszélek hozzátok, ez az egyetlen lehetőségünk per pillanat, hogy beszéljünk, ugye, ha videót veszek fel. Tehát ez egy király dolog, ugyanakkor a testépítésről beszélni nekem meló, mert ebből élek minden nap. Szóval. Tehát nem foglalkoztam a szteroid témakörrel, mert hogy a magyarok úgyse szednek. Aztán 2002-ben felkészültem életem első testépítő versenyére, ami volt a 2002-es MLO. Ez minek a rövidítése, nem tudom. Mr. Hungary, magyar bajnokság, ahol megnyertem a junior 80 kg alattit. Ki nyerte a 80 kg fölöttit? Tudod. Természetesen Tóth Dani barátom lett a 80 kg feletti bajnok, aki később ugyanebben az évben Superbody abszolút bajnokká lépett elő, Teenager újonc Open, ugyanis volt egy másik fiatalember, aki második helyen végzett ugyanezen az abszolút versenyen, az voltam én, és akkor nem szerettük egymást, legalábbis én őt biztos nem. Danikám! De aztán jó haverokká váltunk.
és azóta is azok vagyunk. Baszki, én most visszafelé megyek a strippen, nem hiszem el. Balra fordultam jobb helyet. Na mindegy, majd megfordulok. Tehát, megnyertem ezt a junior versenyt, illetve a Superbuddy-n is kb. Ugyanezt a kategóriát, de két dolog is történt. Az egyik, Dani legyőzött engem a Superbuddy abszolút versenyben. És most őszintén fogok beszélni mindenkiről. Legtöbbször nem fogok neveket említeni, mert Magyarországon, Amerikában is mennek ezek a különböző sértődések, akár jót mondasz, akár rosszat mondasz. Mindenki megsértődik mindenem. És szóval viszont ez a videoblog, ezt szeretném, hogyha mindig őszinte lenne. Tehát, az, hogy ő engem megvert, az nem... Jó, hát 19-et töltöttem éppen, naív voltam meg, semmit nem értettem ez a sporthoz. De nem igazán értettem, hogy oké, elismerem, hogy jobb. De úgy érzem, hogy én lehetnék jobb, mint ő. De miért nem? Vagy hogy? Vagy miért volt ő olyan teltebb, pedig ettem sok rizst? Miért volt ő szárazabb, pedig én is használtam a növényi vízhajtót, meg nem ittam semmit. És éreztem azt, most ezzel felvázoltam őszintén, hogy nekem ez hogy jött le 19 évesen. Majd ezen elkezdtem agyalni, hogy baszki, hogy kéne? És szó sem volt arról, hogy én azt mondtam, hogy jó, de a Dani az kokszol, én meg nem. Nem. Mert nem voltam tisztában a kokszolni szó jelentésével. Pontosan mit is ad az, hogy lesz az majd. Plusz, ami ennél sokkal fontosabb volt, hát ne baszki, abszolút versenyen ott voltunk 5-en, 6-an, vagy nem tudom már, hogy volt abszolút választáskor. Mindannyian 21 alattiak, nem nagy szám. De amikor az abszolút magyar bajnok választáson, ahol 9. lettem, ott én voltam ugye a kis hal, a nagy halak közt, ott kérlek szépen junior magyar bajnokként és magyar, felnőtt magyar bajnoki másodikként fölálltam, de naturálon, 19 évesen, ezek fontos infók, mert utána mi fogalmazódott meg bennem, körbenéztem, így álltunk, és azt néztem, hogy bassz meg, geci, mindenki jobban néz ki nálam. Tehát olyan más volt, feszesebb bizmok, kerekebb bizmok, erek itt, erek ott. Nem olyan, mint én. Én beálltam egy pózba, megvoltak a vonalak, hogy meg úgy megvolt ez a klasszikusság bennem, de most visszafordulok úgy, mint ha itt se lettem volna. De mégis én nem néztem ki úgy. Szóval, akkor végeztem ezzel a versenyszezonnal, visszamentem az edzőterembe, megállás nélkül edzettem tovább 2003-ra, ugye ez volt 2002, de megkérdeztem az embereket, az edzőteremben, meg más helyeken, akik tudtam, hogy benne vannak már évek óta, hogy most akkor hogy van ez? Hogy kell úgy kinézni, vagy mit kell csinálni ahhoz, mert én már edzettem, én már kardióztam, én már kevesebb rizst ettem, mint előtte. Értitek, ez volt a szint nálam. De hogy leszek olyan, mint azok, akik előttem végeztek. Ugye 9. lettem az abszolút magyar választáson végül, azt hiszem 15-ből. És nem értettem. Aztán mondták nekem, hogy hát te hülye, hát kokszolni kell. Mondtam, hogy na de ennyi,
így beadod azt az injekciót, és kész, és nyersz. Akkor mondták, hogy hát nem, de hát, hogy az kell, hogy azért néznek ki másképp. Na most mondanom se kell, vagy mondanom kell. Egy világ dőlt össze bennem. Egy világ. Frankom. Frankom, mondom neked, hogy teljesen ledöbbentem, hogy ahhoz a szinthez is, most nevezzetek naívnak, bazd meg, hát ez volt, hogy ahhoz a szinthez is szteroidok kellenek. De sokat nem teketóriáztam, ilyen szavakat sem szoktam használni, ez. Sokat nem teketóriáztam, azonnal rendeltem tesztoszteront, és Winstrolt. Tesztoszteron propionált, és gyere nekem, fasz, és Winstrol. Úgy felszedtem 10 kilót, mintha levegőt vettem volna körülbelül. Szóval elindultam a sötét oldalra. Szóval értitek. Volt még két másik kúrám, 2003. Ugye még egy off-season, ugye tömegnövelés, és a versenyfelkészülés 2003-ban. Habár az első két kúra az olyan, mondhatnám egy kúrának is. Egyáltalán csak ismerkedtem a dolgokkal. 105, ja, mondanom kell, vigyázni kell, mondani kell. Figyelek a rajongók kérdéseire. Az meg, de kurva jól néz ki. Valaki magyarázza majd már el a kommentekben a videó alatt, hogy hogyan vágjuk azt össze, most lehet, hogy hülyének néznek azok, akik értenek hozzá, hogy én, tegyük fel, hogy én most itt beszélek folyamatosan, de közben a kép a hanghoz vált. Hogy mit értek ez alatt? Hogy én most itt beszélek, néztek engem, majd mellé vágok, vagy mögé vágok egy másik kameraállást, ahogy itt vezetek, és ez a kurva jó strip a háttérben, amitből semmit nem láttok most. És úgy vágom egymás után, hogy közben én beszélek. Tehát most akkor azt hogy? Mert értem, mondjuk ha fölvenném a hanganyagot, és lenne egy képanyagom, és utána alávágnám, azt értem. De nekem olyan kellene, hogy ténylegesen itt ülök, beszélek, és megy tovább az audio, de váltom a képeket. Erre kérek tippeket, tanácsokat. Így fejlődik az ember. Ezért vagyok itt, csináltam azt az életben, amit csináltam, értem el azt, amit elértem, és fogok elérni azt, amit elérek majd. Azért vezetek itt Las Vegasban a strippen 7-es BMW-vel, és nem vezetem otthon a Ladát, vagy a Suzuki-t, mert nem lenne azzal gond. Vezethetném. Nem gáz, nem égő. De itt most a lényeg az, hogy azért tettem és tehetem azokat a dolgokat, mert mindig, amit nem tudtam, mentem utána és kérdeztem az embereket, akár e-mailben, akár személyesen, akár telefonon, akár SMS-ben, akárhol. És nem úgy, hogy feltettem a kérdést, ők válaszoltak és oké, ennyi. Nem. Hanem úgy, hogy kérdeztem, nem figyeltek. Kérdeztem, leszartak. Kérdeztem, elküldtek. Kérdeztem, mondták, hogy hagyjam őket békén. Kérdeztem, megváltoztatták a telefonszámukat. Kérdeztem, majd azt mondták, hogy bázd meg, oké, na, szóval. És akkor elkezdtek mondani valamit. Én figyeltem, 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 tanultam. Figyeltem, 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 tanultam. Majd, ha akármelyik ember, akitől esetleg kérdeztem, vagy kérdezhettem volna, valamilyen hibákat vétett el, amit láttam én külső szemmel, akármi. És mondok valamit, valakinek a külseje változott, vagy valaki
tovább versenyzett, amikor már nem kellett volna. Vagy valaki kvalifikált a Mr. Olympiára, de mégse jutott el. Sorolhatnám. És ez nem mindig a versenyző hibája volt. Ezek különböző környező behatások voltak, különböző... Baszki, már megint nem tudom magyarul elmagyarázni. Most esküszöm, akármilyen gáz, ez van. Tehát különböző tényezők befolyásolták azt, hogy nekik valami nem úgy jött össze, ahogy tervezték, és ezekből mindig próbáltam tanulni. Aha, oké, tehát ezt ne csináld. Aha, tehát ez az ember szerintem rosszabbul néz ki, mint eddig. És ez az ember azt mondja nekem, hogy jó, és most ezt csinálom, akkor így hallgattam, így bólogattam, és így úgy voltam vele, hogy király, ezt soha nem fogom csinálni. Köszönöm szépen az információt. Tehát az információ állandóan jön, de... És német van az élen, és német középen a középső sávban, és senki sem... És német! És ő végzett az első helyen. 4 másodperc, 36 század. Jöhet a következő lámpa. Tehát az információ folyamatosan jön. Folyamatosan megy a pofádba az információ. Ha akarod, ha nem. Mert ha akarod, akkor tök jó, hogy jön. Viszont vannak a megmondó emberek a világon, mindenhol, minden kibaszott országban. Vannak azok az emberek, akik visszatarthatatlan vagy visszatarthatatlan késztetést... Hú, de gáz, ahogy beszélek magyarul. Komolyan. Látod? Látod, amikor elválsz, és már tényleg senkivel nem beszélsz magyarul? That's what happens. Ez történik akkor. Tehát ellenállhatatlan késztetést éreznek az iránt. Ó, megtaláltam. Ezek azért nem egyszerű mondatok. Ellenállhatatlan késztetést éreznek az iránt, hogy különböző dolgokat hozzanak a te tudomásodra, holott te egy, leszarod, kettő, nem érdekel téged, hogy ők mit mondanak, mert ők senkik, és semmit nem értek el azon a téren. Legyen az bodybuilding, legyen az bármilyen biznisz, legyen az matematika, legyen az történelem, politika, bármi. Nekik semmi keresni valójuk a témakörben, de ők úgy vannak vele, hogy figyelj már Pisti, és akkor még annyit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy és amikor hogy mész, és akkor ez történik, az első dolog, amire gondol... Meg ezeket én mindig hallgattam különböző témakörökben. Amerikába költözéssel kapcsolatban, testépítéssel kapcsolatban, vízumszerzéssel kapcsolatban, akármivel, pénzkereséssel kapcsolatban, pózolással kapcsolatban. Így csináltam titokban. Mikor így ott állt velem szembe az ember, és így hallgattam, és ez mai napig így van. Biztos azt hiszi majd mindenki, hogy jó, de be van rúgva a német Pisti, nem? Hát, tényleg, hogyha lenyugszok és elengedem magam, akkor ez így a minimum, amit így hozok. És hogyha erre esetleg társaságban iszunk valamit, júj! Tehát, a mai napig, ha valaki nyomja ezeket a sztorikat, tanácsokat, kérés nélkül, akkor így magam előtt így azzal jött le, hogy ő így beszél, én meg így csinálok. De sajnos nem tudok úgy csinálni, tehát próbálom nem hallani, amit hallok. Bólogatok és mondom, hogy aha, ja, aha, pontosan, úgy van. Persze, én is. Aha, az biztos. Mindenféleképpen. Igen, szólok majd. Jó, persze, természetesen. Tehát így ezeket. Ugyanez volt a szteroidokkal kapcsolatban is. Mindenki mondott mindent. És akkor most kiemelek egy nevet, aki Lantos Johnny volt, mert őt ki akarom emelni, meg nyugodtan beszéltek szerintem ebben a témakörben erről, mert eléggé egyértelmű,
hogy ő is ért a szteroid témakörhöz, hogy a picsába leértene. Elég egyértelmű a helyzet. Tehát ő volt az, hogy írjam ezt le? Akinek alapvetően köszönhetem a hozzáállásomat a szteroidokhoz, egyrészt azért, hogy ő neki milyen hozzáállása volt, másrészt, hogy ő egy nagyon jó genetikával megáldott sportoló, és rajta láthattam azt, hogy mire képes a Cox, és a kevesebb Cox is, ha megvan az adottságod, és hajlandó vagy beletenni a munkát, lemondást, időt, pénzt. Az első sorból figyelhettem a Coco Gymben. Lantos Johnny Fitness később. Ugyanis mi történt? Emberek elkezdtek nekem minden irányból mondani, hogy jó, persze, hát összeírok neked én egy kúrát. Persze, majd én megmondom, hogy hogy lesz. Persze, majd én elmondom, hogy mennyit kell. Persze, majd én hozok neked dupla áram. Meg ezek. És Johnny volt az egyetlen, aki amikor végül a kezembe került egy ilyen kitépett papírlapon egy kúra, hogy na akkor ezt kéne, akkor Johnny volt az első és az egyetlen, aki azt mondta, hogy mit is mondott, mármint így számok alapján valami közelít, hagyd mondjak róla. Talán 500 meg 750 mg enantát helyett így mondta nekem, hogy tudod mit, 350 testosteron propionát, az neked untig elég lesz egy héten. Na most, aki benne van a sportban, az érti ezt. Tehát ajánlottak nekem 500-750 mg testosteron enantátot per hét. És Johnny azt mondta, említem a nevét, mert ez egy nagyon pozitív dolog. Johnny azt mondta erre, hogy szerintem megnyomjál 3x50, azaz 150 testosteron propionátot hetente. És ezt csináltam. Azt követtem, amit ő mondott. És kibaszott jó eredményeket elértem! Úgy van. És ezt Johnny-nak köszönhetem, hogy már az elején ilyen lett a hozzáállásom. Figyeltétek ezt a dupla sávváltást? A szteroidokhoz. És ez az egész karrierem alatt és azóta is végig elkísért.